Volt olyan, hogy belenézett a tükörbe és elsírta magát? Igen. A műsor támogatója a Cofidis, az online hitelek specialistája. A műsor támogatója a Rossmann, az akciók hőse. Környezettudatos csomagküldés és fogadás, országszerte egyszerűen, gyorsan és kényelmesen. Foxpost. Elérkeztünk a 20 perc őszintén című sorozatunk második évadjához. Az első részben pedig hála nektek, kedves nézők, annyit ígérhetek, hogy nem finomítottunk a kérdéseinken. Ugye ez az a sorozat, ahol hazugságvizsgálóra kapcsolunk egy sztárt, de igazából csak azért, hogy megtudjuk, ki ő valójában. A második évad első vendége az utóbbi idők legnagyobb port kavaró média történéseinek főszereplője, Kulcsár Edina. Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Ahogyan elmondtam, itt nem az a fontos feltétlenül, hogy mi minden történt, hanem ki vagy te és te hogyan élted meg. De ha már így bemutatlak, te még Szabó Kulcsár Edina vagy. Jelenleg az vagyok még, de lehet, hogy nem sokáig. Még én sem tudom, hogy milyennek az időintervalluma, vagy mennyi ennek a lefolyása, úgyhogy majd meglátjuk. Hát nagyon sok mindenen vagy túl, nagyon nagy nyomot hagytál a médiában. Te ezt hogy viselted el? Hogy vagy most? Hát mondanám, hogy jól, ami igaz is, legalábbis sokkal jobban, mint voltam az elmúlt időszakban, de azért kemény volt, nagyon kemény volt ezt annak így átélni és megélni. Igen. Melyik volt a legkeményebb része? Volt váratlan része, vagy te ezzel ekkora cunamival nem lehet számolni? Nem, abszolút nem. Tehát, hogy mi abszolút nem gondoltuk. Arra persze gondoltunk, hogy azért fognak erről a hírek szólni, meg fognak ezzel azért egy kis ideig foglalkozni, de hát mindenki azt mondta, hogy nyugodjatok meg, minden csoda a 3 napig tart. Hát aztán a 3 nap után eltelt 1 hét, aztán 2 hét, aztán 3 hét, aztán 4 hét, és egyébként még mindig tartott. De a mai napig bármit kirakok, bármiről írok, azt elferdítve, kiszínezve, hozzárakva, elvéve a mai napig jelennek meg cikkek. Nem hiszem, hogy van ember, aki ne ismerne ebbe az országba, és ne tudná, mi történt, de hogyha már ennyire belementünk, akkor azért foglaljuk össze, hogy ugye gyermekeid apjával véget ért, Csutival véget ért a kapcsolatotok, egy új szerelem kedvéért, Varga Márk, GVM a rapper, és hát a kettő között nem telt el sok idő, valószínűleg a közvéleményt ez bolygatta meg. Nyilván előjön majd még a kérdéseinkben, de... Igen, bocsánat, annyit hadd javítsak, hogy úgy fogalmaztál, hogy GVM kedvéért ért véget a házasság, ez nem igaz. Tehát, hogy nem az ő kedvéért, vagy azért, mert ő jött, hanem egyébként is véget ért volna a házasságom, majd nagyon rövid időn belül jött maga a szerelem GVM személyében, tehát ennyi a módosítás. Magyarország legkövetettebb Insta influencere vagy, tehát te vagy a number one 629 000 követővel. Azért ezt valahogyan fel kellett építeni. Remélem, hogy a mai történetedből ez is kiderül. Voltál már ilyen hazugságvizsgálaton valaha életedben? Soha. Nem. Hát azért azt gondolom, hogy ez egy nem mindennapi dolog, ahova az ember így önkényesen jelentkezik, hogy na nézzük meg, de egyébként egy nagyon jó kis kalandnak gondolom. Plusz azért is mondtam azonnal igent a felkérésre, mert ahogy mondtad a követőim felépítése és ezeket, én azt gondolom, hogy én az őszintességemmel és a valódiságommal, tehát az, hogy soha nem akartam más mutatni magamból, mint ami vagyok, soha nem akartam több lenni, mint ami vagyok, és én azt gondolom, hogy talán pont ennek köszönhető az, hogy ennyien követnek. Az, amiről szólt a média az elmúlt hónapokban, azt szerintem pont azért van, mert te egy őszinte ember vagy, de hogy mennyire, ez kiderül a hazugságvizsgálatunkon, a gépen Kulcsár Edina, itt a 20 perc őszintében. Az őszinte beszélgetések és a sokszínű tartalmak támogatója a Vodafone Podcast Pioneers. Egy kicsit megindulj előre, és a haját kérem. Kezdem a kérdezést, kérem, most már nem mozogjon. Gyermekkorában szeretett volna artista lenni? Igen. Megbánta, hogy nem lett artista? Nem. Azt vallja magáról, hogy jól viseli a kritikát és a nehéz emberi helyzeteket? Igen.
Bátor embernek tartja magát? Igen. Úgy gondolja, hogy nem egyenlően ítélik meg a férfiakat és a nőket, ha nem a társadalmi elvárásoknak megfelelően cselekednek? Igen. Ön szelektíven gyűjti a szemetet? Igen. Önnek 38-as lába van? Nem. Azt gondolja, hogy önnek kicsi az ökológiai lábnyoma? Igen. Volt idő, amikor nem szívesen nézett tükörbe? Igen. Ön mindig őszinte az Instagram oldalán? Igen. Volt olyan, hogy belenézett a tükörbe és elsírta magát? Igen. Ön úgy érzi, hogy a házasságában mérgező párkapcsolatban élt? Igen. Ön most szabadnak és boldognak érzi magát? Igen. Jobban megviselték a házassága nehézségei, mint a válása? Igen. Elégnek tartja ön azt az időt, amit a gyermekeivel tud tölteni? Nem. Mondták önnek, hogy mostanában őszintébb a mosolya? Igen. Volt idő, amikor nem őszintén mosolygott? Igen. Úgy gondolja, hogy nem mi választjuk az életünket, hanem az élet választ minket? Nem. Csalódott volt a Miss World versenyen elért második helyezése miatt? Nem. Van olyan női elődje a családban, akitől túlzott keménységet örökölt? Igen. Látta ön magát már csúnyának? Igen. Elkeseredne, ha hirtelen eltűnne a világunkból a közösségi média? Nem. Ha választhatna Teréz anya vagy Britney Spears élete közül, Britney Spears-ét választaná? Nem. Ön jó nokedlit tud készíteni? Igen. Ön úgy érzi, mára megvalósította mindazt, amiről gyerekkorában álmodozott? Nem. Jelenlegi párjával már tavaly ősszel elkezdődött a kapcsolata? Nem. Elege van már abból, hogy a média nagy része még mindig a vállásán rágódik? Igen. Az ön egyik legjobb tulajdonsága a segítőkészség? Igen. Emlékszik még arra, mit mondott beszédében a Miss World versenyen 2014-ben? Igen. Minden nap van egy jó cselekedete? Igen. A 20 perc őszintén hazugság vizsgálóján Kulcsár Edinát láthattátok, aki most a vizsgálat után itt ül velem szemben, és kérdezem, hogy milyen érzés volt. Jó volt, én élveztem. Figyelj, nagyon kiegyensúlyozott is a te regisztrátumod. Igen, van egy ilyen, itt most pont a végéről kezdem. Ezt fogjuk értelmezni. Hazudnék, azt mondanám, hogy értem az egészet, de majd segítünk ebben. Figyelj, azért hagynék izgalmakat, kedves nézőink számára, lesznek érdekes válaszadásaid, de alapvetően azért ez egy ilyen nagyon korrekt, tehát egy őszintének tűnő válaszsor, kivéve a szelektív kukádról adott választ. De azon elgondolkoztam. Egyrésztről én ilyen, nem is tudom milyen arányba határozzam meg, de hogy otthon is vagyok, meg már azért fél lábbal a házból kint is vagyok. Tehát ugye egy kicsit furcsa, és így most ilyen óriási kavarodás van mind a ruhatáramat illetően, mind a rendet illetően. Nálunk nincsen ilyen, hogy kuka, hanem zacskókat kapunk, és akkor mindig abba kell, és akkor nagyon sokszor vitál
ruházok is, a gyerekek, ne oda dobd, ezt csináld, azt külön rakom, tehát nagyon sokszor egyébként bele-bele keveredik azért olyan jellegű dolog is a kukába, amit egyébként szelektíven gyűjtenék, és ezért gondolkoztam el nagyon, hogy most ez hova és miként értendő, de én azért alapvetően nagyon odafigyelek a környezetemre. És akkor ez annak köszönhető, hogy már két laki életet élsz? Még nem. Mert ha teljesen. Szemetedről beszélgetünk a továbbiakban, engem kinyírnak a kommentel. Igen, hát ez még ilyen nehezen megfogható és értelmezhető dolog, de nagyon szeretném, hogy ez azért belátható időn belül ne két laki legyen, hanem egy, és már nem a házban. Akkor tulajdonképpen most úgy egyensúlyozol, mint egy artista. Micsoda hátkötés. Tényleg nagyon arti... jó volt. Kösz. Tényleg artista akartál lenni? Ezt honnan szedtétek? Mindent elolvastunk. Fantasztikus szerkesztőnk van. Igen, volt egy idő, amikor volt erről szó. Művészi tornára jártam, és konkrétan úgy tanultam, hogy ilyen angol spárgában. És ezért volt idő, hogy elgondolkoztam, hogy mennyire jó lenne, meg menő lenne, meg ott ugrálni fönt, amikor mindenki téged néz, meg csodál. Aztán viszonylag hamar ezen túl is lendültünk. Tudsz spárgázni? Hát angol spárga az már nem megy. Egyébként pont egyik nap próbálkoztam vele. Mindenre pont így belekérdezel. Majdnem. Hogyha nagyon akarnám, akkor talán meg lenne. Tehát egy nő, aki ennyire gyönyörű, ilyen mozgása van, tud spárgázni, és volt idő, amikor nem szívesen nézett tükörbe. Igen, és lehet, hogy nem feltétlenül múlt időben mondanám. Lehet, hogy a jelenemre is igaz. Hogy te nem szívesen? Hát figyelj, hogy holnap már föl se kelek. Akik néznek minket, nekik te egy szépségkirálynő vagy, és persze. Úgy is nézel ki a mai napig. Vannak azért olyan jellegű dolgok, amin azt gondolom, hogy főleg saját magán az ember teljesen más lát, vagy magában inkább úgy mondom. Tehát a külsőségeken túl én mindig az adott kedély állapotomat látom. Amikor nehezen élsz meg bizonyos dolgokat, akkor az azért bőven csorbít az önbizalmadon, és azért nekem bőven voltak ilyen jellegű időszakaim, és én szerintem még ezeket látom magamon, amikor belenézek a tükörbe. Annyira, hogy van, hogy elsírod magad attól, amit látsz? Hú, hát ez nagyon nehéz megfogalmazni, és de annyi, hogy ez már nincsen. Tehát például ez mondjuk egy-két hónapja még volt. De most már azért azt érzem, hogy kellően megerősödtem, hogy azért ennek már ne tudjak teret adni, meg kellően kapok is a jelenlegi párkapcsolatomban annyi pozitív megerősítést, hogy ezt már nem látom. De én nem látom magamat annyira erősnek még, vagy annyira nem is a talpra esett. Inkább az önbizalom, amit... Elment az önbizalmad? Elment, vagy elvették? Hűha. Szerintem is. Viszonylag hamar előálltál a farbával, és én azt hiszem, hogy igazából ez az, ami az embereket megosztja, hogy ennyire rövid idő telt el, de nem nagyon volt más választásod, és szerintem azért ez egy fontos aspektus. Így van. Ugye az volt, hogy egy pénteki napon raktuk ki a Csutival együtt, hogy válunk, de nyilván az azért már egy korábbi időszakból jött, sőt, mi ezt lezártuk akkor egy pár hete, csak hát nyilván az ember azért nem úgy történik, hogy leül, és azt mondja, hogy jó, vége, és akkor gyere, írjuk meg, és akkor rakjuk ki, mert azt gondolom, hogy ezt azért fel kell dolgozni, és még akkor sem kifejezetten sikerült ezt feldolgozni, habár az is igaz, hogy nagyon hamar jött a felismerés, hogy szerelem van a levegőben, ugye az én oldalamról, és ahogy ez kiderült, már mint hogy kikerült, pontosabban így mondom, hogy mi válunk, utána mi történt a médiában, nyilván folyamatosan elkezdtek telefonálgatni, és akkor már valamilyen úton, módon, hírformájában bejutott a bulvárba, hogy nekem van valakim, ráadásul névvel is tudták a történetet, és folyamatosan hívogattak, hogy hát akkor nyilatkozol, hogy akkor ez így van, nem így van, vagy hogy van, és mondtam, hogy hát én nem akarok erről beszélni, és aztán úgy volt egy hívás, hogy akkor én most nyilatkozzak, mert hogyha nem nyilatkozok, akkor ezt így is úgy is megírják, és akkor mondtam, hogy kérek 2 percet, és akkor volt 2 percem, hogy megírjam ezt a saját posztomat, tehát, hogy én nem akartam átgondolni 600 oldalról, úgy leírtam, ahogy gondoltam, és egyébként azért is sokan ugye azt nehezményezték,
hogy mennyire erős volt az érzelmemnek a kinyilvánítása, hogy erős szavakat, meg nagy szavakat használtam, de ez is szándékos volt, mert ténylegesen ezt éreztem, tehát, hogy ahogy mondtam is, hogy egy őszinte valaki vagyok, és akkor utána visszahívtam az újságot, hogy akkor most már nem kell nyilatkoznom, nézzék meg a posztomat. Tehát azt gondoltam, hogy sokkal egyenesebb és őszintébb, hogyha ebbe én állok bele, és én vállalom fel, és tőlem tudják azok az emberek, akik megtisztelnek a követésükkel, nem pedig egy bulvár oldalról. Illetve hát azért most akkor elhangzik, hogy nem nagyon tettél mást, hiszen sarokba szorítottak. Igen. Tehát az idő rövidsége. Ja, persze. Azért te még ezzel vártál volna. Tehát nem az volt a cél, hogy földbe döngöl csutit, mert tulajdonképpen itt tart az ügy, vagy itt tartott, vagy ez volt talán a legdurvább támadás. De ha már itt tartunk, feltettünk néhány kérdést, igen, amire őszintén válaszoltál, hogy úgy érzed-e a házasságodban, mérgező párkapcsolatban éltél, most szabad vagy és boldog, tehát ezekre igenleges válaszokat adtál, de nagyon nagy sóhajtásokkal, tehát itt azért nem azért lenged ki, ami mutató, mert nem mondasz igazat, sokszor azt látjuk, hogy a kérdés maga érzékeny. Nem tudom, hogy erről mennyit szeretnél elmondani, de szerintem elég fontos, hogy amit az olvasók, nézők látnak, egy-egy poszt, egy-egy döntés, azt mi előzi meg? Most is a nagy csóhajtás. Én azt gondolom, hogy ez kellően a nagyon mély és már nagyon magán jellegű kérdés, és eddig is megtehettem volna, hogy belemegyek a részleteibe, hogy elmondjam, hogy mik történtek, hogy történtek, miket élek meg, vagy miket éltem hogy mik meg nehézségként. Te mit éltél meg? Én ahogy a posztomban is mondtam, azon a pénteki napon, amikor a válásunkat bejelentettük, én sajnos későn ébredtem rá, hogy mi nagyon mások vagyunk, nagyon más a szeretetnyelvünk, nagyon másra vágyunk, más az, amiben ő, és amiben én mérem azt, hogy miként kell kimutatni a másik iránti tiszteletet, szeretetet, akár szerelmet, hogyha egyáltalán van ilyenről szó. És én azt gondolom, hogy igen, nagyon sok mindent nehezen éltem meg, de mi történik, hogyha egy párkapcsolatban vagyunk, és teljesen mások vagyunk? Nyilván másként adunk hangot annak, hogy mi mit szeretnénk elérni. És hogyha te is más vagy, és én is más vagyok, akkor már te értelmezheted az én oldalamról a jeleket bántalmazásnak. Most nyilván itt a lelki jellegű dolgokról beszélek, és azt gondolom, hogy nálunk is hasonló jellegű dolgok történtek, amit én nagyon nehezen éltem meg. Nem rossz ember, azt gondolom, nagyon jó éveket tudhatunk magunk mögött, ráadásul van két gyönyörű gyermekünk, akikért örökre hálás leszek, és azt gondolom, hogy miattuk megérte ez az egész. Most azért másfénybe kerül az a válaszod, hogy ön mindig őszinte az Instagram oldalán, és abban az igenben benne volt a szándék, hogy próbálsz, de akkor most válik érthetővé, mert azért a valóság az, hogy ott meginoktál egy picit, tehát ott volt egy kis gondolkodás, hogy a gép már azt is jelzi. Az őszintét azon azért gondolkodtam el, mert nyilván itt ezután, az időszak után, amikor bejelentettük a válásunkat, akkor jött nagyon sok kérdés, hogy akkor miért volt ez, tavaly miért mondtátok, hogy meg akarjátok menteni, és ugye nagyon sok olyan kérdés volt, ami, és én utólag rájöttem, hogy én saját magamat is becsaptam nagyon sokáig. Amikor már annyira nem tudod összekapni magadat, hogy egy sötét szobában fekszel, és csak sír, és nem tudsz semmi másra gondolni, csak arra, hogy szegény én, és mit, tehát hogy ez a tipik önsajnálat, ami abszolút nem jellemző rám, akkor egész egyszerűen elkezdesz agyalni, és visszaforgatod az időt, és elkezdesz gondolkozni, hogy de miért? Ezt is megpróbáltam, azt is megpróbáltam, semmi sem segített, akkor menjünk visszább. És akkor egyszer csak jön a fény, és megvilágosodsz. Volt egy szintén érzékeny kérdésünk, szerintem őszintén válaszolt erre, nem valósítottál meg még mindent, hát nagyon fiatal vagy, elmondhatjuk, hogy 31 éves vagy, amit szeretnél, de azért több interjúban meséltél arról, hogy messziről jössz. Tehát már most azért te nagyon sokáig jutottál azon az úton, szóval vissza tudunk menni valahova az elejére, hogy ez mit jelent?
A mély szegénység azért annyira talán nem mondható el, mert az egyel durvább, azt gondolom, de azért hát volt, hogy nem volt mit reggelizni, másoknak a ruháiban jártam, tehát akkor mindig nagyon örültem, amikor hozták egy szemetes zsákba mondjuk a házban kiszelektált ruhákat, akkor abból válogattunk, tehát hogy, de nekem ezzel így akkor így nem volt semmi problémám, tehát hogy ilyen tök normális jellegű dolog volt. Mi 46 négyzetméteren laktunk a dédimmel, anyukámmal, illetve a mamámnak, a dédimnek a fiával. Neki azért voltak problémái is, amiben most így annyira nem mennék bele, de nyilván azért kihatással volt a családi életre, az anyagiakra, és ő lakott a kis szobában, mi pedig hárman a nagy szobában, a mamival meg anyuval. És hát azért nyilván voltak nehézségek, azért ott a problémás időszakban voltak még nagyobb problémák, nem feltétlenül ezt kell látni egy gyereknek. Nagyon sokat sírtam, nagyon, szerintem nem telt úgy el nap, hogy ne sírtam volna egyébként gyerekként. Nem is feltétlenül úgy, hogy ezt mutattam volna, mert akkoriban is már kellően erősnek vallottam magamat lelkileg, hogy tudjam, hogy ezt nem szabad anyukámnak vagy a mamámnak mondjuk mutatni, hogy ne keltsek bennük rossz érzést, mert attól függetlenül, hogy nem tudtak nekem mindent megadni, attól függetlenül tudtam, hogy a maximális szeretettel nevelnek, és mindent megkaptam érzésben tőlük, amire csak egy gyerek vágyhat. De azért nyilván nehéz volt, átmentem a barátaimhoz, nekik volt külön szobájuk, nekem sokáig külön ágyam sem volt, tehát hogy egy szivacson aludtam, amit mindig a kis szobába beraktunk, hogy azért el lehessen férni, és akkor egy szivacsot kivittünk, megágyaztunk, és akkor esténként meg így azt nézted, hogy hova lépjél, mert mindenhol vagy egy kiúszhatós kanapé, vagy az ágy, vagy a szivacs, tehát hogy azért ilyen kis szűkösen voltunk, de tényleg a szűkösségtől eltekintve annál nagyobb szeretetben voltunk. De volt olyan, hogy a kádba megágyaztam magamnak, és azt mondom, ide senki nem jön be, mert ez most az én szobám. Tehát hogy voltak ilyen kedvességek. Ha most a mostani életedet sok szempontból, most a nehézségeivel együtt is akár megmutatnák az akkori énednek, azért elégedett lennél vele, nem? Persze. Akkor persze. Mi ez a nemleges válasz? Hát mit szeretnél még? Hát sikeres vállalkozó vagy, van két szép gyereked, megtaláltad a szerelmedet. Azt szeretném, hogyha rendeződne az életem, hogyha visszább vennék, bár már ez abszolút sikerült, tehát itt a tavalyi évi hajtás. Így utólag visszagondolva én azt gondolom, hogy a munkából akartam nagyon sok pozitívumot, tehát mindazt, amit mondjuk a párkapcsolatomban nem kaptam meg, azt a munkától vártam. Mindazzal együtt, amit maga után vont, ezt ugyanígy csinálnád de még egyszer? Vagy te mit éltél meg neked? Mennyire volt ez tudatos? Nem volt tudatos, mert a szám is december eleje, közepe, igazából a számnak is köszönhetjük az igazából egymást a márkkal. Ugye ez közben alakult ki, vagy már így azután figyeltünk fel arra, hogy itt lehet, hogy nem csak egy ilyen munkaviszony van itt a mély beszélgetésekből adódóan, mert ahogy mondtam, elég mélyen voltam, meg hát elég depi is voltam, és amikor mentem hozzá, és csináltuk ezeket a számokat, akkor nagyon sokszor az volt, hogy így látható volt az, hogy nem vagyok ott, nem vagyok jelen, összetörtem, mert nyilván azért így a saját életemre is egy picit ráismertem ebben. És akkor mindig mondta, hogy gyere, üljünk le, beszélgessünk, nem lehet így énekelni, nem lehet így tovább haladni, és akkor nagyon-nagyon sok mély beszélgetésünk volt. És én azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként én egy sort nem tettem ehhez hozzá. Annyira tudtam ezzel azonosulni mégis, hogy ilyen nagyon furcsa, ilyen nagyon sorszerű volt ez az egész. Én tényleg köszönöm, hogy a bizalmatba avattál bennünket. Azt mondtad erre a hazugságvizsgálós dologra, hogy ez egy kaland. Az énekesnőség az mennyiben kaland, vagy mennyiben érzed magadban ezt így? Én mindig szerettem volna ezzel foglalkozni. Kiskoromban anyukámmal minden nap karaokiztunk, és mindig énekeltünk. Jártam is énekórára, én klasszikus éneket tanultam egyébként sokáig, igen, egy kicsit furcsa, de hogy egy dalban annyi minden benne van. Tehát gondolom, ez nagyon sokan
elmondhatják, hogyha rossz a kedvük, akkor van egy kedvenc számuk, berakják, és annyival többnek érzik magukat tőle, annyit hozzád a napjukhoz, és szeretnék én is valami hasonlóval hozzájárulni akár valakinek a mosolyához, vagy ahhoz, hogy jobb legyen a napja. Én nem ülök minden nap egy szépség királynővel, bár szépségversenyt már közvetítettem, de azt válaszoltad, hogy te emlékszel a 2014-es beszédedre. Igen. Mi volt a beszéded? Én azt mondtam, hogy én már kisgyerekkoromban is éreztem, hogy én valami egészen másból vagyok, vagy máshogy vagyok felépítve, mert még a gyerekek az udvaron az időseket mondjuk kővel dobálták meg, röhögtek, hogy ők bottal járnak meg lassan, addig én mindig szembeszálltam a gyerekekkel, hogy miért kell az időseket bántani, miért nem tisztelik, miért nem inkább mennek oda és segítenek neki. Tehát, hogy én mindig mindenkinek a védelmezője voltam, és mindenkivel jót szerettem volna tenni, és ezért érzem azt, hogy nekem itt a helyem, és ezzel szeretnék úgymond foglalkozni, vagy hozzáadni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat a 20 perc őszinténbe. Én köszönöm. És hogy valóban őszinte voltál, én Kulcsár Redinával és a világ békével búcsúzom. Nem vagy hát tönké. Jó volt.